Sziasztok srácok, folytatjuk a Sleeping Dogs végigjátszását, és arra gondoltam, hogy a mai részt elindítjuk ezzel a narancsárga küldetéssel, ami a tombolás kerekei névre hallgat. Valószínű, hogy ez valami mellékküldetésszerű lehet, de nem véletlenül van feljelölve a térképen. Tehát így a minimappon is látjuk, tehát ez valószínűleg egy fontosabb mellékküldetés, úgyhogy azt meg fogjuk csinálni. Úgyhogy először oda fogunk elmenni, utána meg a triát küldetést fogunk csinálni, mert egy darab triát szint kell ahhoz, hogy a counter attacknak a lehűlési idejét úgymond csökkentsük. Na ugye amikor elrontok egy counter attackot, akkor Vay így védekező pozícióba áll, és akkor így felemelt kezekkel körülbelül 2 másodpercig mozdulatlan. Na most ennek az idejét akarom lecsökkenteni, mert harcban elég nagy problémát tud okozni, hogyha 2 másodpercig mozdulatlanul állsz, akkor az eléggé sebezhető vagy addig. És ott van például az a halál ezervágása küldetés, annyira meg akarom csinálni, de annyira nem mindig tudom jól időzíteni az ellentámadást, hogy amiatt egy csomó sérülést bekapok, és meg is mérgeznek ráadásul. Hogy azt a ellentámadás helyreállítás képességet muszáj vagyok kitanulni, mielőtt annak a küldetésnek nekiessek. De hát ehhez ugye kell triát küldetést csinálni, hogy még legalább egy szintet kapjunk. Úgyhogy egyelőre még azzal nem foglalkozunk. Legalábbis azzal a mellékküldetéssel. Pedig biztos vagyok benne, hogy a hírneven elég sokat növelne, mert eléggé nehéz küldetés. Konkrétan neki mentem kétszer. Egyszer ugye a játék eleje felé, akkor azt mondtam, hogy ide sok HP kell. Aztán most oda mentem sok HP-val, és azt mondom, hogy ez még mindig nagyon nehéz. Hát összesen arra a küldetésre off-camera 40 percet rontott, vagy szúrtam el, vagy pazaroltam el az életemből. Tehát gondolhatjátok, hogy akkor az ilyen nehéz lehet. Hogyha már 40 percet beleöltem abba a küldetésbe, és még mindig nem sikerült. Pedig csak a 30 ellenfelet kell padlóra küldeni. 30-at, nem többet. 30-at. Úgyhogy ne vágjanak meg késsel, vagy ha igen, akkor nagyon gyorsan intézz el a többieket. Na állj! Itt van egy küldetés, ez eddig hol volt? Mutasd, mit tudsz. Jó. Majd megmutatom, hogy mit tudok, de előbb... Hát bízom benne, hogy ezt a kerítést át lehet szakítani. De előbb, ez jön. Beszélj Dr. Tengel. Hello. Doc, what's up? Igen, milyen problémád van? What kind of problem? Well, I designed this car for one of our wealthiest industrialists. It's a very special car. Mi van benne? I have a feeling this story doesn't have a good ending. It wouldn't exactly pass customs, so I had the parts shipped here separately. I figured nobody would notice. And? Somebody noticed. Actually, it feels like everybody noticed. The base model arrives today, and every gang in Hong Kong's out to get it. All right, let me guess. If 18K or one of the other triads builds this car... Catastrophe. Mm-hmm. I did take some precautions, though. I brought in a bunch of look-alike cars as decoys. Will you help me? Again. Right, well, how do I tell the real ones from the decoys? It's the one that doesn't blow up when you drive it. Well, that's just great. That's just fucking great, Doc. Nagyon jó. Az eredeti autó nem robban fel. Hát ez csodálatos. Érjem utol a konvojt. Menj ma anyádba! Hmm.
Hol van már az a konvoj? Feltételezem, a konvoj azért konvoj, mert halad. Ugye? De itt van már egyébként a közel. DZS-90-et találjam meg. Hoppá. Miért van az érzésem, hogy egyik autóból kell a másikba átugranom? Most ez fel fog robbani pár pillanat múlva. Fél perc. Egyik kocsiból kell a másikra ugrálnom. Ez is mindjárt felrobbom. Ezt csináld utánam, Vin Diesel. Anyád, ezek már lövöldöznek is, nem? Akartok fogadni, hogy a sor elején lesz? Anyád, menj már innen. Még 20 másodperc. Tuti, hogy a sor elején lesz. Ez is robban. De ne fordulj már, meghalok. Megvan. Az is felrobbant, király. Nem látok semmit a tisztől. Ez mondjuk elég menőn nézett ki. Egyik autóról másikra kellett ugrálni, tök menő. Jaj. You want to make that point to the U.S. State Department? Also, Special Branch doesn't want the mainland to know. Wait a minute. You guys are worried about China? I thought the point was... Theoretically, they leave us alone. But if they like the car enough, who knows? Best if nobody knows we have it. Or if they do know, they can claim that they don't. That way, everybody saves face. We get our car, nobody else gets embarrassed. This is the Hong Kong way. You should know that by now. Azt hittem, hogy van annyira lapos az orra, hogy bár mindegy, neki megyek, az így elrepül. Mint a rámpa autó. És ezt az autót nem lett volna szabad, hogy a 18K összerakja. Ez csak jól néz ki. Az az autóval mi történt? Így random elrepült. Vidd a garázsba. Eddig is azt akartam. Akkor nem tudom, miért állított meg a játék. Tehát ez az autó, ez csak jól néz ki, de nem gyors. Ó, és megkaptam autónak. Ütköző fejlesztés. Ó. Habozás, nem? Új fény. Na nézzük meg azt. Ja, hogy ez is ilyen nagyon messzi van. Ütközők. Szerintem, hogyha ezeket a küldetéseket elkezdem csinálni, mert erre rohadtul nem emlékszem, ezt az autót fogom felszerelni mindenféle jóval. Most éppen ütközőt kapott. Szerintem fog kapni turbót, meg nitrót, meg nagyobb páncélt, stb. Meg ilyen kilőhetetlen kereket, nagyobb motor, szárnyakat, rakétát. Ezt a küldetéssorozatot valahogy így tudom elképzelni. Aztán majd mindjárt kiderül, hogy tényleg ezt az autót fogjuk fejleszteni. Na. Mondjuk ebbe az autóba elférne egy nagyobb motor, mert tényleg nem gyors. Na, Doki. Itt vagy, Doki? The new shipment of parts is arriving at the Kennedy Town docks. Get down there before the 18K steal them. Mondom én. Most alkatrészekig kell menni. 18K előtt kell odaérni.
Megjöttem. Gondolom a 18K már itt van. They're getting away! Don't let them get those parts! Those are key to the car! Stop them! Use the EMP. You can cause them to lose control. It EMP. Fries their electronics. They can't steer. Ó, mivel használom? Pont ott van a izé, nem látom. EMP. Azt kapta. Azt hiszem legyőztem. Vagy nem. Na gyere már. Ja, hogy beszorultál oda. Na várjál, kiszedlek onnan. Várj egy picit, kiszedlek. Na, így. Na gyere haver. Mondtam, hogy kiszabadítlak. Jaj, de kapta! Na, és akkor ezt az autót nekem el kell vinni valahova, vagy csak így kiszedem belőle az alkatrészt, az jó napot. Benne lesz az enyémben. Rázd le a rendőröket. Nyilván pontot kell lennie. Most már értem, hogy a 18K miért nem rakatja össze ezt az autót. Mert hogyha ezt versenybe bevetik az EMP-vel együtt, akkor megvan, hogy ki a nyertes. Ezért nem szabad, hogy a 18K összerakja az autót. EMP fejlesztés. Most megnézem itt ezt a beszélgetős illetőt, mielőtt tovább mennék, és elkezdenék sztori küldetést csinálni. Bocsánat. Szóval valahol ott van, látom már. Ez a fotós csávó? Ez egy fotós. I'm supposed to be creating a free-running video. Aha. But I dropped this tab and now I'm kind of having trouble focusing. You're not a green lizard, are you? No. I don't think I should be running. I mean, but if I don't post this thing, the goblins are going to get me. Mm-hmm. Can you help me out, friend? You're my friend, right? Free-running? Yeah, just do whatever, man. I mean, use your wings if you want. So, parkourozni kell. Menj már! Ó, ki ez a fiú? Úristen, de jó megy neki a parkourozás!
skilled. Ennyi. Easy. Kaptam érte 1500 pénzt. Gyere máskor is. Na most már csak azt kéne kitalálni, hogy a játék engem hova rakott és hol van az autóm. Hát az is gyönyörű volt, nem így akartam. Várja? Valahol itt kell lennie, nem? Vagy a másik oldalon van? Lehet a másik oldalon van. Ja. Csába. Akkor majd elmegyünk mindjárt. Érte? Most tényleg hol van? Tehát az autóm az vagy ott van. Jézusom, mi ez a tömeg? Nem biztos, hogy nem itt van. Bárcsak annyira ismerném ezt a térképet, mint amennyire a GTA San Andreas-ét ismerem. Sokkal könnyebb dolgom lenne, amikor így ilyenek történnek, hogy mit hol találok. Na, de megvan az autó. Kamikaze. Ja, az verseny. Bocs. Fontos látogató. Na nézzük meg azt. Közben egy fél pillanat, én a hudot átrakom máshova. Már az actiont. Hogy jobban lássam. Fent középen. Hogyha esetleg valami gigszer adódna, akkor azt lehetőleg hamarabb észrevegyem. Hogyha a jobb felső sarokba látom, vagy rakom, úgyse oda fogok figyelni. És később veszem észre, hogyha esetleg gond van a felvétellel. Egyébként nem olyan rossz ez az autó. Figyeld. Ezzel el fogok menni versenyezni. Rohadjak meg ezt az autót, de fogom vetni versenyeken, és ki fogom próbálni az EMP-t. Kis fázis késéssel, de kifarolt az autó. Még egyszer. Hát ez verseny közben biztos látványosabb lesz, mint civil járműveket itt lebénítani. Na, szóval fontos látogató. Az én vagyok. Mi? Well, well, well. Look who decided to join us. Yeah, it's good to see you. Come on in. You sure you don't want to fuck a little before you start? It's no problem at all. I'll just have a swing by your hotel on the way to the studio. Nah, man, I'm good. But we could do a photo shoot or whatever, and look, I'm sure it'd be fun and all, but that's not why I'm here, dude. Ah, you don't know what you're missing. This baby will fuck you in a way your wife never could. Sonny, this is Wei. Wei? The infamous Sonny Woe. That's me. Infamous and notorious. Glad you could come by. Ricky's told me all about you. This is King. What's good? He's producing Vivian Liu's next big hit. Mm-hmm. Yeah, it's gonna be hot, man. Wei here's the real deal. A bona fide tribe killer from the streets. Cleavers, guns, castrations, whatever you want. Mondjuk embert még nem heréltem ki. Why don't you take King out on the town and show him around? Yeah, anytime. It's like one big playground, man. Nothing's off limits. You want to pick up some girls, get nasty, done. And with Wei, no one will bother you. Nobody fucks with Sun on Yi. Yeah, well, I mean, actually, that sounds all right. If you don't mind showing me around. Yeah, sure. I wish I could go with you players. A business call. Alright, cool, man. Yo, it was real nice to meet you, Sonny. Ez valami tervez. Listen to this. I've been thinking. We need to get her a movie role of some sort. Ez valamiben sántik el. VIP rooms should give us what we need. Kábárhoz.
Na most én leszek a sofőrje a csávónak, hát hurra. Baddatakokat nyírok ki, meg tartóztatok le, meg tiszta bérgyilkos vagyok, erre kapok egy küldetést. Sofőr. Legyél taxis. Az nem számít, hogy kb. A triádnak a feje már én vagyok, de sofőrködjél már, legyél útifuti. Ráadásul egy ilyen szar autó valami alig akar menni. Bár mondjuk ez biztos, hogy tudna menni még, mert nagyon úgy hallom a hangján, hogy vissza van fogva. Ne vidd messzire, menekülnünk kell, már látom előre. Kövesd a hostest. Sárgával írja ki a hostest, de zöld jelölése van a térképen. Most megint karaokézni kell, már ott megint nem lesz zene. Na várj, keresd lányokat. Hé, te! Tök jól táncol zene nélkül, gyere velem. Katushka! Katushka! Gyere, Katushka! I saw you looking at my friend and I figured you realize he's a famous American celebrity. And I just wanted to ask if you mind keeping it a secret. Ooh, how can I say no? Mekkorára tudod kinyitni a szád? Az első kérdésem. Wanna join us? That's very nice of you. Ismét egy méretbeli kérdés. A lábaidat mennyire tudod széttenni? Egy képességteszt, a kezed milyen gyorsan mozog. És mekkora befogadó képességet. Keresek még lányokat. Jó. Miért nem vittem oda egyszerre kettőt? Két vállam van. És téged hogy hínak? I don't know. Aha. My friend and I are gonna enjoy your company. Meghívlak egy italra. Mit szólnál a rudambóléhoz? All right. Why don't you join my friend in there? I'll be in a second. Ő nem mutatkozott be, bunkó. Ó, nézd azt veszít, hogy rázza, gyere velem. You okay, miss? Hey, Bukai! That my girl, so why don't you fuck off? Balhét akarsz? I'm son on ye, motherfucker. Now get out of here before I break every bone in your body. Man, no, sorry. I didn't know who you were. Guy seemed like he was getting a little pushy. We get that a lot. You work here? Yes. So... Itt dolgozok? Nem, csak bejöttem az utcáról, mert megláttam egy bárt, random elkezdek itt táncolni random emberekkel. Nem dolgozom. Hogy lehet már ilyen kérdést feltenni? Amiket kérdéseket én az előbb feltettem, sokkal észszerűbbek voltak. Ó, el lehet vinni Randira. Ó, foglalj helyet King mellett. Nem is King mellé ültem le, haha. Hé, az az én csajom, most mondta, hogy hívjam föl. Who knew Hong Kong was full of such beautiful women? Friendly too. How do you not know Hong Kong have beautiful girls? You just had to come to the right place. Well, I expect you girls to make sure King never makes that mistake again. You can count on us, baby. We love American men. Főleg, hogyha még színes bőrű is, mi? All right, Wei. Jó, nagy neki. Come on, Wei. Let's see those lungs. Well, I'll show you mine if you show me yours. Tüdőkapacitás. Hát, oké. Ne gondoljak rosszra. Tök mindegy, hogy mit választok ki, mert igazából zene úgy sincsen, ki van kapcsolva. Úgyhogy ez most csak egy laza ügyességi játék lesz, amit megpróbálok minél nagyobb százalékon teljesíteni. Na,
Figyeld. Kezdődik. A szöveget meg a dallamot képzeljétek hozzá. Ez így nehezebb lesz, basszus. A köztes irányokat is el kell találnom, és az a sticket nem kell teljes kopig nyomni a francba. Ah! Jézusom! Ez úgy emlékszem, hogy billentyűzettel is tök vicces volt. Vagy ha csak simán a dupla V-t nyomtad, akkor felment teljesen, ha megnyomtad mellé mondjuk a shiftet, akkor meg csak félig. A sticke talán egy kicsikét könnyebb. Már hogy controller sticken. Most egy picikét lefelé. Most teljesen le. Most teljesen föl. Most csak egy kicsit le. Most be középre. Most teljesen le. Milyen hosszú ez a szám amúgy? Ismeri valaki? Oh. Jó, tartsuk itt. Ez már vége. Végeztünk. Hány százalékos le... Nem végeztünk. Picsába. Francba. Jó, középre. Ide. Most felkoppig. Most egyet le. Most középre. Ide. Most megint koppig. Most megint egyet le. Most megint középre. Nagyon koncentrálok, srácok. Egyet föl. Koppig. Egyet le. Középre. Egyet fel. Koppig. Hú, legyen már vége. Én elhiszem, hogy nagyon jó lenne ez a zene. Ennyi. 99%. Legutóbbi karaokén is ugyanennyit értem el. Úgy nagyon jó volt. Lenyűgöző. Ez az. Ja, fényképezzelek le. Ó, de nézzé. Cheese. Na, ha eddig nem volt zene, meg copyright, akkor most erre biztos, hogy jönni fog. Ja, nem tartott fél percnél tovább. Menj vissza Sony autójához. Sunny. Sunny. Vice City-be is volt egy ilyen nevű pali. Utáltam. Eléggé tenyérbe mászó volt. A pofája is, meg a viselkedése is. Remélem az Instára már feltöltöttétek a képet, hogy itt vagyunk ebbe a bárba. Hogy már most itt bandatagok várjanak minket. Igen, ez pont így történt. Stand back! You crazy? This is icing on the fucking cake! Fú, ezek a hülye kések! Figyeld! Hopp, volt egy térded! Bam! Na, mehetünk? Én tudtam, hogy baj lesz ebből. Még jó, hogy mondták, hogy velem nem mernek újat húzni, erre tessék. Hová megyünk? Jobbra. Kifutnak, nekifut az autónak is, egyből kapom a bűntét. Picsába, nem is az én hibám volt. Hoppa. Erre kell egyáltalán jönni? Sok rendőrtől nem látom a radart rendesen. Mondtam én, hogy baj lesz belőle, hogy feltöltik a képet Instára. Egyből, ott van a nagy ágyú, ott van király, abban a bárban, menjünk csak oda. Még mielőtt elhagyna a helyet. Lepjük meg, szverjük bucira a fejét.
És ha van vele valaki, mondjuk az a Vision csávó, azt is elvehetjük, az egy senki, egy Neiman. Nem jelentett problémát, ők csak ketten vannak, mi meg oda megyünk 20-an. Késekkel. És oda jöttek, és elvertük őket ketten. Na, meghoztalak. Mondd azt, hogy ezért kapok triát, szintlépést. Hopefully first night of many. Well then, looks like this is the beginning of a beautiful friendship. All right, man. Take care. Ja, vigyázz magadra. Na, igen, és most? Ezért biztos, hogy kapnom kell fejlesztést. Mondd azt, hogy felmegy addig a csík. Hát a rendőr szint az feljebb ment. Hát azzal ki vagyok segítve. Ez mit csinál? A lőfegyverek plusz P-lőszert használnak, így megnövekedett sebzés biztosít. Ez mit csinál? Ez az elterelés akció végrehajtása, miközben a rendőrség üldöz, csökkenti a körözési szintet, igen. Megnő a járművek ütközéseinek sebzése. Véd lőfegyvereket vehet ki a rendőrautók csomagtartójából. Az engem nem érdekel. Adjál lőfegyver sebzést. Annak nagyobb hasznát veszem most. Wall Street. Hogy ne? Gyors lányok? Na. Szimpatikus. Remélem a kezük gyors, meg a szájuk. Megadjál pörgésük. Vagy pörög a nyelvük. Wow. Életet kellene egyébként tölteni. Elég ramatyul állunk. Na nem baj. Hát bízom benne, hogy nem fogok meghalni. Nem kéne pedig. Azt mondja, hogy ide kell jönni, még hozzá oda. Várjál már, hát itt voltam már. Csak már nem emlékszem, hogy itt kivár minket. Ja, hogy ő? I don't mind you fucking her. It's one of the perks. But she has to understand the consequences if she disappoints me. Are we clear? Copyright. You're not getting attached, are you? A man of your caliber? You don't need to worry about that. I hope not. Way, come in. Have a drink. You ever fuck some famous pussy, Way? Not yet. Maybe one day. It's a trip, man, let me tell you. You drive by one of those billboards the size of a building, and you tell yourself, I'm going to her place, bend her over the table, and and then you do it. There's no other feeling like it. Yeah, okay. Speaking of stars, I need to go pick up Vivian. Let Way do it. You and I have more business to discuss. How about it, Way? Think you can handle a smoking hot starlet for the day? Sure. You know, as long as Ricky doesn't think I'm moving in on his territory. No, of course not. Here, take my car. Remélem gyors kocsid van. Take good care of my little starlet. Go ahead and fuck her if you want. Just don't damage the goods. Ciao, nem akarja, hogy szétdugjam a nőnek az agyát. Nem is fogom. Ez az autója. Remélem gyors. De az megvan egyébként, hogy... Amióta felvitte Isten a dolgunkat, azóta csak sofőrködünk kb. Na jó, meg ott a kórházba Pó bácsit meg kellett menteni, ott lövöldözni kellett, de egyébként ettől a csávótól csak az ilyen lótifuti munkákat kapom. Sofőrködjél Kingnek, sofőrködjél ennek a Viviennek. Biffi. Ezt így akartam. Na nézzük. Hogy néz ki a csajszi szőke? Nagy mellű, nagy segű, formás. Ó, plázázik, már nem kell. I'm Way. Ricky sent me. Didn't he tell you? No, I was expecting Ricky. Everything okay? Everything is not okay. Is it wrong of me to want to see my boyfriend? Why do I have to put up with this? No, Vivi, it's not wrong. And you put up with it because Ricky loves you. But what? Since your boyfriend isn't driving, I get to sit in front.
Why are the bad ones always so good looking? I'm Sandra. What's your name again? It's Wei. Ricky talks about him a lot. Oh, all nice things, I'm sure. And you're here to basically do whatever we want? Igen, azt mondták. What do you have in mind? Do you have steady hands at high speed? Remélem, a te kezed remeg. I can provide references if you like. Are you trying to talk him into one of those street races you always go on? Utcai versenyz... De ezzel az autóval, nem már. Nekem jobb van. Mi nem versenyzünk azzal? So what's the deal, Wei? You a gangster like Ricky? He's not a gangster, don't say that. Let's say I'm as much of a gangster as Ricky. Oh, that's too bad. Recently I've wanted to date a gangster. Well, maybe I'll see if I can find one for you. That would be nice. What's Ricky doing anyways? Why is he too busy? I don't know. Dolga van, valami üzleti ügy. That guy's a creep and a perv. Igen, rájöttem, hogy eléggé pervers az űrge. What did he do? Nothing, but he tried. I was at a party on Wallace Chung's yacht. Most is úgy engedett el, hogy dugjalak meg titeket. De gondolom, ti nem akarjátok. Most ez verseny lesz, vagy csak egy natura autós találkozó? Igen. Hi Alex, how are you? Huh. This is your new boyfriend? Not yet. Why? Are you jealous? Of this guy? Hey, so Sandra says you like to race. How about it? Now if you win, I'll let you take the girls home. Wei? I'm not sure how much that's worth. Okay. We race for the girls and $100,000. $100,000? Take your money too. Szóval a pénzedet is. A pénzedet is elveszem. Think of it as your head start, Alex. Because you're gonna need it. Plusz súlyjal versenyzel. Akkor azt vedd előnynek. Szanya, vedd előnynek, majd én megmutatom. Két csaj legyen 60 kiló per fő. Azért az a 120 kiló pluszba azért az... Nem szóltam. Megy ez az autó. Ha arról van szó. Na nézd, a plusz súlyjal is még lealázlak. Hát, fogjuk rá, hogy tudok vezetni. Vajon hogy fogja viselni a vereséget a csávó? A verseny előtt még szétaláztuk az agyát, meg még most a pályán is. De szerintem közvetlenül ő van mögöttünk, úgyhogy azért eléggé... Eléggé ragaszkodó típus, úgy látom, hogy nem adja olyan könnyen magát. Valahogy nagy előnyre kéne szert tenni, hogyha esetleg bakiznék, akkor... Akkor legyen időm helyrehozni. Bejöttünk olyan a rendőrségre versenyezni? És most üldöznek a rendőrök? Hát ez marha jó. Milyen versenyben rángattatok bele az éjszaka közepén? Gyerünk! Le tudom rázni őket még így súlyokkal így. Na, gyerünk már! Nem, az a rendőrautó nyomja neki. Ez meg mit állít keresztbe? Én hagytam ott? Lehet. Hoppá! Örülök neki. Jó, rendőröket leráztuk. Most már csak a maradék 10%-ot kéne normálisan teljesíteni. És elég nagy előnyre is tettünk szert. A zárójelben megjegyezném, hogy plusz súlyjal az autóban. Na nézzük. Oh my god, my heart is beating so fast. Steady hands. Gotta give you that. Thanks. I'll get a room, you two. Okay, benne vagyok. Shit, the police. Megjöttek a rendőrök. The police. The police, are they after us? Oh no.
fine. Can you wait? Yeah, it'll be fine. Don't worry. Ó, persze, rendben leszünk. Előbb is leráztam őket. Hallod, ezek fut szembe velem az utca közepén. Tessék, már le is vannak rázva. Oh, you lost him, thank God. Nice work, Way. Köszönöm. És nem is kell olyan messze kirakni őket. Of course. Well, unless Sandra has some other exciting plan. Oh, that's it, just over there. Itt valami történt a hátam mögött. Valaki csattant. És olyan, Ricky mit fog szólni hozzá, hogy összekarcoltam az autóját? That was fun, Way. Nem baj, majd a polír kihozza. Anytime. Vivi, give Way my number and tell him he can take me out on a second date. Oh. Sandra says you can take her on a second date if you want. Yeah, I got that. Thanks. De itt voltam, hallottam én is. It was my pleasure. Ha már annyi barátnőm lesz, mint égen a csillag. Ez az. Már jöhet is. Hol van? Ez nem az. Ez a fejlesztés. Ellentámadás helyreállítás. Vej hamarabb tér magához egy sikertelen ellentámadási próbálkozás után. Add ide. Kérdés, hogy mennyivel hamarabb. Azt jó lenne tudni. Na, az csaj nélkül kelünk fel? Shit. Alvázs. Hé, várjál már. Kamikaze. Igen? Yeah, sure. What's going on? Mi történt? My friend Katushka, she's gone missing. Nobody's seen her in a week. Eltelt azóta egy hét. She's illegal. Girls like her go missing all the time, but usually they don't have anywhere to go for help. I'll check it out. Would you? Oh, thank you. Szóval eltűnt a csaj, akivel bulisztunk. Oh. Hajógyár. Zsarumeló. Bal szerencse. Sebességtartás. I can't believe you're arguing with me on our anniversary. But can I help you? Na, nézzük, milyen járművek vannak itt. Nem kaptam meg a özét. A EMP-s autót. Mindegy, most megcsinálunk egy ilyen zsarusat. Mert ez itt volt egy köpésre. Állítsd meg a gyanúsított járművet. Oké. Hát ez nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. De mi ilyen tetűlassú autóval kell ilyenek mutatványokat csinálnom? Megállsz? Meg, jól van. Na gyertek. Beszélgessünk egy kicsit. De megállítottam őket, haló. Na most állítottam meg. És most se. Na megálltok. Letartóztatom én őket, na figyeld. Na, azt hiszem, le vannak tartóztatva. Király. Zsaru, és hol a piros autóm? Itt van a gyönyörű kis szépségem. 20 000 pénz. Na, szállj már be. Jó, és kell nekem... az. Hoppá. 400 méterre van, az nincs olyan messze.
Hoppa, 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 hoppa. Óvatosan, mert jövök. Jó. Mielőtt megcsinálnám azt, megcsináljuk ezt. Mondd, hogy lövöldözös? Ah, de ez az lesz. Roger, PTU on route. Már megyek is. Menj már anyádba! Menj már! Menj már innen a smartoddal, hallod? Hagyjál már, hogy megforduljak, te szerencsétlen! Alám jössz egy folytában. Édes Istenem. Elvenni a jogosítványát. Te még élsz. Hú, de kapta a fejest. Te meg nem menjél sehol, le vagy tartóztatva, haló. Hong Kong police. Guess we better get started on the paperwork. It's gonna take me days to finish it. Fél óra. Simán meg lehet írni ennyi idő alatt egy jelentés szerintem. Hát most már azért nem a pénzt azt jól kapom, de az XP-t már, az XP-csik az már nem úgy növekszik ám, mint a játék elején. Na. Azt mondja, itt van ez a narancssárga autós küldetés, itt valami sebességtartásról van szó. Ha tippelnem kéne, robban az autó, ha bizonyos sebesség alatt vagyok, bizonyos ideig. Azt mondja, tartózkodási helyünket beütötték az autóba, szükségünk van a jelenlétedre, egyedül gyere. Menjek a rejtélyes helyszínre. Hát jó. Remélem, hogy a küldetés sorozat végén ezt az autót megkapom. Bár mondjuk nem tudom, mennyire lehet ezzel jó versenyezni, mert tényleg nem egy gyors járgány. De az EMP az menő benne. Hát kérdés, hogyha versenyre elvinném ezt az autót, és használnám a versenyzőkön az EMP-t, mennyi időre ütném ki őket? What the hell? Are you kidding? Mi az? Hey, are you controlling this thing? This thing's like remote control. Someone hacked the auto drive system. Valaki feltörte. Az baj, nem én irányítok, haló. The car's driving itself, Wei. It's programmed to get you to your destination safely. Why did it kick in now? It's programmed to identify incoming threats and take over driving duty, so you're free to defend yourself. Free to... Szabadon védekezek. I arm the guns remotely. They're ready to fire. Mi a fasz? Batmobile. Tüzelnél. Nem akar tüzelni ez a szar. Miért nem tüzel? Na végre. Stay steady. Vagy ilyen sokáig tart újra tölteni, az probléma. Ha ez az újratöltési idő volt, az baj.
I need a clear shot. Okay, ez menő néz ki, hogy... Újra. Hát Jézus Úristen! Én benne maradok, ki nem szállok. Szerintem megérkeztünk. Ez az autó, ez kell nekem. Egyre több minden derül ki erről az autóról, hogy miért is lenne olyan nagy probléma, hogyha a K18 összerakná. 18K. K18. Tudja a fasz már melyik. Az a lényeg, hogy az autó az nem kerülhet a kezükbe. Ez egy kurva Batmobil. Ez egy rohadt Batmobil. Há úristen! Fegyverek feloldva, sebességi fejlesztés feloldva. Tehát most még fegyverem is van benne, meg gyorsabb is. Há Jézus úristen! Új ügy elérhető, bal szerencse. Harcművészeti klub. Jó, hát nem is tudom, hogy mit csináljunk. Mondjuk látogassuk meg őt. Mutasd meg, mit tudsz újra. Jó. Mutassuk meg. Mert kíváncsi vagyok, hogy mennyivel gyó... Érezhetően gyorsabb a Verda. Hoppá. Érezhetően gyorsabb a Verda. És egyébként megvan, hogy ott a jobb oldalt, az ajtó fölött... van valami felirat, ami néha így a fényben így felvillan. Kurva menő. Érezhetően gyorsabb az autó, szeretném ezt elvinni egy versenyre. Egy rendes utcai versenyre. Szerintem ez valami DLC lehet, mert én amikor évekkel ezelőtt ezt a játékot végigvittem, én erre nem emlékszem. És ez megmaradt volna. Ebben biztos vagyok, hogy ez megmaradt volna, hogyha ezt én annó megcsináltam volna. Csak én amikor ezt a játékot legutóbb játszottam, az körülbelül a megjelenés után volt, nem sokkal.
És akkor DLC-kről szó se volt, hogy van a játékban. Így időközben pakolhatták bele ezt az autót. Nagyon menő. Most erre a sebessége is elfogadható, fegyver is van benne. 2 minigun ráadásul. EMP. Helyén kérek elnézést. Hát majd mindjárt felszólal a Batman induló, Batman soundtrack. Igen, megjelenik a Batman jel. Meg Batman fog landolni az autó tetején, hogy hello, kérem vissza az autómat. Bazd meg. Ez... Picsába. Lendület kellett volna. Te mit akarsz? Gombát kaptál be? Az baj? Ja, ez most megint ilyen parkúros lesz. So be careful. There you go. Pink man, go pink. Good running. Woohoo. Menjetek már innen. Zabáljátok a girosztálat, adjatok inkább nekem is belőle. Kész. Na szóval, hol vannak a girosztzabálók? Kérnék én is. Nyilván belesünk a vízbe. Ezen át tudok menni? Miért nem? És erre a dobozra miért nem tudok felugrani? Miért nem tudok felmászni erre a dobozra? Innen? Na jó, akkor hagyjuk. Akkor beúszok a városba. Mi baj lehet? Max egy cápa leharapja a pöcsömet. Kéne egyébként csinálni valamikor versenyeket is. Itt is van. 2 is van a minimappon. Szerintem lesz a végigjátszásban egy olyan epizód, amiben szinte csak versenyeket fogok csinálni. Feltételezem, egyik versenyzőnek az autóját sem tudom ellapni, hogy A-ból B-be eljussak. Na, azt mondja, hogy... Nézzük meg, hogy vannak-e még olyan mellékületések. A sárga felkiáltó jelekkel nem akarok foglalkozni, azok nagyon kemények szoktak lenni. Arra vagyok kíváncsi, hogy itt van-e lakásom. Van. Nagyon jó. Ja, és én tudom bejelölni, hogy hova vigyen el. Az nice. Vigyél ide. Válasz a kuti célt. Oda ahhoz a parkolóhoz. Nézzük már meg, hogy milyen a gyors utazás. Ennyi. $310. Hát, kösz, fasza vagy. Kösz, hogy hazahoztál egyébként. Illetve a garázsomhoz, nem haza. Mert a házamat az nem mutatta. Na. Vedd már le a jelölést. Jó. Bal szerencse. Azt fogjuk majd csinálni, de nem most. Most az ágyamat keresem. Alvás. Legyen reggel. Jól van. Megint szépen lassan így haladtunk előre a sztoriban. Lettek új barátaink. Ami egyébként tök fasza.
Viszont az új fődökünk egy bunkó, pervers disznó, aki így ilyen lótifuti csicska munkákat ad nekünk egyfolytában. Nem szimpatikus. Jó, mentés. Menj aludni, az egy jó küldetés, az a kedvencem amúgy. Na, szóval elmentettük a játékot, úgyhogy srácok, innen fogjuk folytatni legközelebb. Több mint valószínű, hogy triád sztori küldetéssel fogjuk indítani a következő videót, utána meg majd megnézzük, hogy milyen új ügy érkezett be a rendőr küldetésbe. Na, srácok, köszönöm szépen a figyelmet, legközelebb találkozunk, sziasztok!